Május 12-e az ápolók nemzetközi napja, ami a koronavírus járvány elleni küzdelemben aktuálisabb, mint valaha. A dátum nem véletlen, egy jó családból való angol úrhölgy Florence Nightingale született ezen a napon, 1820-ban. Ő a modern betegápolás és nővérképzés megalapozója, és a bizonyítékokra épülő orvoslás egyik úttörőjeként is számon tartják, mert szigorú és összetett statisztikát vezetett betegeiről. Alapelvei rendkívül egyszerűek voltak, de sok életet megmentettek akkoriban. A kézmosás általában a tisztaság fontosságát hangsúlyozta, illetve hogy a betegek körül mindig frissen kell tartani a levegőt. Angliában számos kórház viseli a nevét, egy új londoni járványkórház is az ő neve alatt nyílt meg pár hete.